Két gondolat nem hagy nyugodni. Az egyik, milyen volt ez az ember valójában. Ezt szeretném megtudni, míg el nem takarja teljesen a legenda és a papírba vésett életrajzok lekerekített mondatai. Milyen képet őriznek róla azok, akik közel voltak hozzá, akik naponta látták jobb és rosszabb pillanataiban? Hogy hozta döntéseit, hogyan vívódott? másik gondolat. 84 esztendőt élt. 8 évtizedet a mozgókép korában. Ennek a felét erdély katolikus püspökeként. Élt abban az időszakban, amikor a filmhíradók operatőrei sokkal jelentéktelenebb dolgokat is felvettek, mint az ő életének eseményei. És élt akkor is, amikor amatőr filmesek szupernyolcas kameráikkal rögzítették életük majd minden fontos vagy annak vélt pillanatát. Hogyan lehetséges, hogy erről az emberről egyetlen mozgókép sem marad fenn? Legalább annyira szeretnék találni egy filmfelvételt róla, mint amennyire meg akarom érteni bölcsességének forrását. Eldöntöttem, hogy kitartó leszek. Kedves Márton Áron, jöjjön hozzánk minden Áron. Kérem kedves Márton Áron, jöjjön hozzánk minden Áron. Kérem kedves Márton Áron, jöjjön hozzánk minden Áron. Elsőként fölkerestem az egyik legközelebbi élő rokonát, a püspök unokaöcsét. Márton Gerő vagyok, boldogult Márton Áram volt erdély püspök unokaöcse. Édesapám, édes testvérek voltak. Itt született, nem ebbe a házba volt egy másik ház, és abba született. Szülei gazdálkod emberek voltak. Több mint hatvan darab jó és tíz darab tején, vagyis mára. Van egy anyánk, úgy hívják, hogy Lető, ott Áron bátyám gyermekkorában pászorkodott. Nyírákból és fenyákból csinál tortárt, oda tette Máriának a képét, és hívta többi gyermeket imádkozni, hogy az Isten már születésileg kiválasztotta, hogy Isten szolgál legyen. Márton Áron a család negyedik gyermeke. Egy éves, amikor legnagyobb testvérével Annával együtt diftériában megbetegedik. Édesanyjuk mindkettőnek elkészíti a halottas inget. Anna meghal. Áron életben marad. Márton Ágostonnak egyik nagybátyja pap volt, és halála előtt megígértette vele, hogy első fiú gyermekét majd papnak neveli. Ágoston mindenképp meg akarja tartani adott szavát. Felesége Kurko Julianna viszont a családi gazdaságban látja Áron fia jövőjét. A vitában végül az édesapa kerekedik felül. Szülei látták rá, gyermekük milyen tehetséggel rendelkezik. A negyedik elem után bevitték Csíksomra iskolába. Ott volt három évet, három év után bevitték Csíkszerdába, a Csíkszerő gimnáziumba, amit Gróf Majlát Gusztát Püspek építetett. Majlát Gusztáv püspök egy baranyai grófi család sarjaként Strasburgi és Bécsi egyetemeken tanult. 1897-ben nevezik ki Erdély katolikus püspökévé. Nem csak nagy lelkű adományaival és iskolaépítésekkel nyerje el a székelyek rokon szemvét, hanem azzal is, hogy belátja az anyanyelvi misézés fontosságát, és annak ellenzőjéből az ügy egyik fő szószólója lesz annak a kornak még szokása volt egyfajta központosítás, a püspök ül a püspöki székhelyen, és csak az emberek, papok mennek hozzá, nagy ha elmegy bérmálni, lát járta az egyház megyéjét, hatalmas terület, sokszor végigjárt minden plébániát, mondják, hogy amikor vonattal ment, akkor a utat végiggyontatta ismert mindenkit. Én ismertem Domokos Pál Pétert, Domokos Péter gyerek gyerekkorától ismertem a püspököt. Egyszer Somjón volt, és oda ment hozzá a templomba, hogy hogy szeretné lenni fia. És beszélgetett vele. Így ismert egészen biztos már középiskolás korától Márton Áront, hiszen feljeárom volt egy évig. Akkoriban a papnak készülő fiatalok a középiskola utolsó évét már nem a saját iskolájukban, hanem Gyula-fehérváron a papi szemináriumban töltötték. Így kerül Márton Áron is, mint kis szeminarista Gyula-fehérvára. 1915. júniusában érettségizik. Három nappal később pedig be kell vonulni a frontra. Krausz Jenő volt velem. Neki esze volt. Sikerült megszabadulni a menet százattól, de értesítette apámat, hogy engem visznek a frontra. Másnap reggel az édesanyám és édesapám bejöttek szekérrel udvarhelyre. Hoztak kalácsot, sült csirkét és minden jót. Mindketten sírtak, amikor engem felraktak a vonatra. Az édesanyám egy fűzért adott fel nekem a vonat ablakán. Az mentett meg engem. Mártonáron egy a két lábával a földön álló, nagyon vidám, egyáltalán nem ilyen befelé fordulásra hajlamos, ugyanolyan valaki volt, mint a többi tisztársa. Sokat kártyáztak, ez valószínűleg a fronton, vagy, vagy laktanyában lehetett, de elkopotta a kártyapakliuk, és írtak egy levelet, ugyanis Piatnik Nándor és fiai cég gyártotta a kártyákat. És megírták kedves Piatink Mándornak és fiatal fiainak, hogy elkopott a kártyapakliuk, és kéne egy másik, és táborik postával kaptak. Doberdónál, majd az ojtozi harcol. 1918. december 1-én, amikor Gyula az Erdély románok nemzetgyűlése kimondja Erdély Egyesítését Romániával, visszatér a frontról, és belép a frissen megalakult székely hadosztályba. A tiszai hadműveletek során hadifogságba esik, ahol akár véletlenül is mozgókép felvételek készülhettek róla. Ugyan háromszor is megsebesül és hadnagyjá léptetik elő, mégiscsak parányi szereplője marad ennek a világméretű hadi játszmának. Hiába is keressük az archív felvételeken. Arca nem bukkan fel sem a győztesek, sem a legyőzöttek között. Elfogták, fogolynak ejtették, bezártak a brassé féleg várba. Szülei meghaladták, hogy áran gyermekük hol van. Az édesanyja jóval részén gyalog, mert akkor nem volt vonatjárat, nem volt buszjárat, odáig ment. Tellünk 130 kilométer. Ő szabadította ki onnat, hazértek. Majd beállott a közbirtokossághoz is ellenek Áramba atyám. Téli időszakban, ugye, a faluban kevés munka van. És e, ilyenkor a fiatalok, háborús vagy fiatalok e, céltalanul a falut járták, e, nem lelték a helyüket. A Mártonára hasonlóképpen volt. Áron megváltozik. 1919 őszén nem iratkozik be a papi szemináriumba. Telnek a hónapok, eltelik egy tél melynek csak három helyszíne van Márton Áron számára. A kocsma, a parókia, ahova szintén csak inni és beszélgetni jár a cimboráival, és az otthon, ahova jobbára csak aludni tér meg. Anna Huga, aki a korán elhunyt nővér nevét örökölte, úgy emlékszik vissza erre az időszakra, hogy valahányszor megkérdezték Árontól, miért nem akar pap lenni, csak annyit mondott. Nem akarok egy falunak a kutyája lenni. A mezei munkával eltelik egy újabb év. Következik 1920. szeptembere. Áron ismét nem jelentkezik a teológiára. Eközben volt iskolatársai, már a fiatalabbak is szeminaristák, teológiai hallgatók lettek, és vasárnaponként már a Gyula-Fehérvári Székesegyházban a püspöki misén minisztrálnak kereste az utat. Mondhatnám talán úgy is, hogy nem lehetett nála látni az, hogy ki akar törni a Csíkszendom munkasi magányból. Ekkor valószínűleg szülői biztatásra egyik barátjával elindul Brassóba munkát keresni. A sílgyárban próbálkozik, lakatos akar lenni, de nem veszik föl. Dolga végezetlen tér vissza Csíkszendomokosra. Át kellett változni valaminek. Ezt úgy tudom elképzelni, valakit alámerítéskor, kereszteléskor le merítenek a víz alá, sötétség, fullogás veszély, és feljön, és új életre kell. Tehát Márton Áronnál lehetséges, hogy ez az egy-két év, ami másfél év, ami csíkszendobokosan a háború után zajlott, ez a bizonyos alámerülés volt a bizonytalanságban ez egy szimbólum, de itt tudom megragadni. És el tudom képzelni hogy volt benne akkor lázadás a papsággal szemben. Nem ismerjük a lélek mozgató rugóit. Annyit tudunk mindössze, hogy Áron leül és levelet ír gróf Majlát Gusztáv püspöknek, és megkéri, hogy bár megkésve jelentkezik, benné fel mégis a teológiára. A levél postára kerül, telnek a hetek, de nem érkezik válasz. Áron ekkor újabb levelet ír. Még elszántabbat, még kérlelőbbet. Nagyméltóságú gróf, püspök úr, kegyelmes atyám. Alul írott, alázattal kérem nagy méltóságodat, hogy a gyula Gyulafehérvári teológiai növendékei közé felvenni kegyeskedjék. Szívem óhaja mindig az volt, hogy minél előbb visszatérhessek a Fehérvári szemináriumba, azonban csak a múlt évben történt leszerelésem, és ezután pedig családi viszonyaim és a gazdasági helyzet előre nem látott változása, s legfőképpen utolsó szolgálati katonai évem és fogságom kihatásai mindez idáig akadályozták régi legbensőbb vágyam teljesülhetését. Ősszel volt ment a séplőgép az udvaron, Áron bátyám adta a kévéket fel a gépre, jött a postás, az édesanyja adott levelet, az édesanyja kiállott a tornácba, és kiáltotta elé, hogy Áron gyere elő, azt mondja, mert Gyula Fejérváról levelet kaptál. Elé ment az udvaron, elolvasta a levelet, azt mondta az édesanyják, édesanyám, pakoljon ruháimat, fehérneműjeimet, és egy kicsi ennivalót azt mondja, mert az első vonattal megyek vissza Gyula Fejrvára, így majd püspök úr. A válasz, amit a püspök saját kezüleg ír, mindössze négy szóból állt. Tártkarokkal várlak, fiam. E fordulatokban gazdag bevezető után Mártonáron megérkezik Gyula -fejérvárra. Szülei továbbra is aggódnak fiuk miatt. Ezt bizonyítja Áron első levele is. Drága jó szüleim! Szerencsésen megérkeztem, és jól érzem magam. A tanárok is nagyon jók, tanulni kell eleget, de hát nem szórakozni jöttünk. A társaság nagyon jó, még vannak olyanok, akik a fronton voltak, megpróbált emberek, és így a szó is talál. Legyenek nyugodtak, elindultam ezen az úton, és Isten segítségével szeretnék végigmenni rajta. Az újraindult teológián ő lesz a legöregebb papnövendék. Tekintéje gyorsan növekszik, de nem csak életkora miatt. Sokat elárulnak a prefektusi jelentések észrevétel című rubrikái. Papnevelőnk legkiválóbbja ez idő szerint. Világos fő, tartalmas lélek, gerinces jellem, akiben igaz harmóniában olvad össze önérzet és alázat, komolyság és ártatlan humor. Férfias sámborsága épületes. Elsőrendű papírélek ki fejlődik. évesen az intézet főmagiszterévé nevezik ki. Szentelése után első szentmiséjét szülőfalujában tartja. Itt egy szokatlan esemény történik. A misén megjelenik a püspök is, Áron és a falu beliek nagy örömére. Első szolgáló helye Ditró. Egy gyergyói nagy falu lesz, szülőfalujától nem messze. Viszont úgy tűnik, lelki pásztorként nem igen találja a helyét. Három hónap után levelet ír a püspöknek. A levél elveszett, de megmaradt a válasz, ami 1924. decemberében érkezik. Kedves fiam, egyelőre nem foglak a lelkipásztori munkától elszólítani. Magam is jobbnak látom, ha egy kis gyakorlatot és tapasztalatot szerzeletéren. Ha aztán pár év múlva ismét felmerül a szüksége annak, hogy hittan tanárt keressek, akkor már te is könnyebben adhatsz határozott választ arra nézve, hogy inkább a lelkipásztori vagy hittan tanári pályára érzesz magadban erőt és hivatást. Következő nyáron a püspök kinevezi káplánnak Gyergyó Szent Miklósra, a székelyszék központjába. Egy évvel később pedig az áhított tanári kinevezés is megérkezik, a már meglévő kápláni mellé. Ez a kinevezés tartalmazó román nyelvű levél, Jól érzékelteti azt, hogy Trianon után az erdélyi magyaroknak milyen típusú kihívásokkal kell szembenézniük. Egyre több esetben kell az új államnyelvét használniuk, amit legtöbbször még a tanult magyar elöljárók is csak alig ismernek. 1928 őszén az iskola kezdés már Marosvásárhelyen éri Márton Áront. Itt szembesül először azzal, hogy ugyan a város magyar többségű, a katolikusok mégis kisebbségben vannak. A reformátusok mellett sok unitárius, izraelita görögkatolikus és ortodox hívő él a városban. Egy felső tagozatos diákja úgy emlékszik vissza erre az időre, hogy bárki bármikor, bármilyen problémával felkereshette a fiatal hittant tanárt. Diákjait partnernek tekintette, pedig a szabad légkörű beszélgetések egyáltalán nem voltak jellemzőek az akkori tanárdiák viszonyokra. Marosvásárhelyen helyen sem rendezkedhetett be hosszú időre. 1929-ben Nagyseben a következő állomás, ahol felügyelő lesz a Mária-Teréziáról elnevezett árvázban. Nagysebenben a katolikus magyarság minden szempontból kisebbségnek számít. Itt a száz evangélikusok vannak többségben, de egyre nagyobb teret hódít a görög-keleti románság is. Úgy tűnik, Majlát püspök most helyezte őt ismert környezetétől legmesszebb. Majlát püspök szorgalmazta azt is, hogy most már az új államnak a nyelvét is sajátítsa el. Ezt ő megpróbálta, ha bár sohasem tudta tökéletesen. Nem volt olyan kiváló nyelvérzéke. Külön nyelvkurzusra küldték Turnus Severinbe, Szörény-Tornyába, és ott egy, egy görög-katolikus apáca Kolostorban volt elszállásolva, és ott tanulta külön a román nyelvet is. Alig kezdi meg a Turnus Severini kiküldetését, újabb levelet kap a püspöktől. Ebben arra kéri, hogy kísérje el a kolozsvári cserkészeket Piátra Nyámszra, a román nemzeti cserkész Dzemborira. A rövid idő alatt szerzett kevés román tudásra már is szükség van. lelkészek Maros hévízi vonaton utaznak, a hátra levő utat pedig autókon teszik meg. Kalandos utazás után érkeznek meg Piátra Nyámcra, ahol már 42 ország cserkész csapata várja őket. Piátra Nyámcról visszatér Turnu Severinbe, ahol nem csak a román nyelv nehézségeivel kell megküzdeni. Nagyságos kanonok úr, ne haragudjon és ne szidjon tolvajnak. Megint pénzért írok, és pedig azért, mert először is a nemci kirándulás messze és hosszú volt, és sokáig tartott, és sok pénzbe került. Másodszor, ha a helyi zárda hazajön, felmegyek Bakaóba, ahol minden teljesen románul megy. Az ottani plébánossal megbeszéltem a dolgot, erre az esetre pedig megint pénzre van szükségem. Jelen címemre kérek legalább tízezer lejt. És tekintettel a sok szenvedésemre, ne írassék belőle sokat a terhemre. Fiúi tisztelettel, Turnus Severin, 1930. szeptember 2. A pénz három nap múlva kiutalásra is kerül. Az intenzív ismerkedés a román nyelvel viszont hamar véget ér. A következő levél egyenesen a püspöktől jön. Latin nyelven íródott, mint az egyház minden fontos belső dokumentuma. Az aláhúzott sorok pedig a nekiszánt feladatot jelzik püspöki levéltáros, majd titkár lesz Gyulafehérváron. Azt gondolhatjuk, hogy a püspöki palota irodája nyugalmat és biztonságot jelent egy fiatal pap számára. De a fiatalság nem mindenütt előny. És akkor mondott el, hogy nagyon jól tudja, mit jelent fiatalon titkárnak lenni, mert amikor ő titkár lett, az idős kanonokok nagyon nehezen fogadták be. Ő volt az egyedüli fiatal, többi mind idős volt. És néha olyan feszült volt a helyzet, hogy ő maga is cigarettázott, mert katona volt az első világháborúban, is, már onnan hozta magával ezt a, úgy látszik, a lövészárkokban, az az izegességet ezzel vezették le. És annyira el volt gondolkodva, hogy egy adott pillanatban azon vette észre magát, hogy előtte a hamutartóban ki cigarettaik. Márton Áron is megismeri az egyház gondjait, amely Erdély Romániához csatolása óta, állami szerződés nélkül, gyakorlatilag megtűrt egyházként működik. A szerződést hivatalos nevén konkordátumot, amely rögzíti az egyház jogait és javait az új államban, csak hatalmas kompromisszumok árán, tíz éves húzavona után lehet aláíratni a román kormányjal. Márton áron a következő évben eljut oda, ahova minden katolikus vágyik. Ekkor még nem sejtheti, hogy majd püspökként évtizedekig nem tehet eleget a római zarándoklat kötelességének. 1931-ben mentek ki Rómába Dávid László papszentelésére. Dávid László erdi egyházmény pap volt, én ismertem őt személyesen és az ő szentelésre mentek ki. A Majlár püspök hivatalos volt a 11. Piusz pápához, az alatt, amíg ő bent volt a könyvtárszobában a pápánál, Mártonáron kint várta a folyosón. Gondolom, amikor a püspök bent volt a pápánál, akkor beszélt a kint várakozó papról, hogy neki komoly, ifjúsági, lelkepásztori ambíciói vannak. És amikor kijöttek ketten, akkor már tudva a fiatal papnak, Márton Áronnak az ilyen jellegű ambíciójáról, 11. Piusz pápa, aki később kinevezi püspökké, erre a munkára adja az áldását. Egy anekdóta szerint egy alkalommal majlát püspök autóval Bécsbe utazik, és Márton Áron is vele tart. Mikor megérkeznek, Áron lendülettel lép ki a kocsiból, és fordulna a hátsó ajtó felé, hogy kinyissa majlát előtt. De az egyik túlbúzgó vendégváró odasiet és kezet csókolt neki, a 35 éves titkárt gondolva püspöknek. Erre majlát maga nyitja ki az ajtót, és a sértődés legkisebb jelenérkül annyit mond, nono, no, ott még nem tartunk. Titkári munkája 1932-ben ér véget. A gyula vári palotába legközelebb már valóban püspökként fog belépni, de addig még hét évnek kell eltelnie. A következő állomás Kolozsvár lesz. Mártonáron itt válik közismert és népszerűvé, és ez a város lesz számára egy nagy próbatétel helyszíne is. amikor ő beszélt, vagy valahol egy előadást tartott, az emberek csüntek az előadásán, és szívesen hallgatták. Tehát a hírennek már akkor volt, hogy mint püspöki titkát hívták meg egyetemi hitszónoknak, és itt dolgozott Kolozsvárt. Vencel József és György Lajos kérték, hogy Márton Áront helyezzék Kolozsvárra egyetemi lelkésznek. A püspök ennek örömmel tette leget, mert tudta, hogy ha valaki alkalmas, akkor ő az. Ha Marosvásárhelyen szabad légkörű beszélgetések folytak, akkor Kolozsváron már szellemi csaták. De nem csak a bal és jobboldali, polgári radikális, marxista vagy éppen a fasiszta nézetek között. A legnagyobb akadály talán az a kép, ami sokakban kialakult a befelé forduló egyházról és a vasárnapi látszatvallásosságról. Márton Áron nem egy liberális pap. Legfontosabb feladatának tekinti, hogy Krisztushoz vezesse a diákokat, viszont nem ismer kompromisszumot, és nagyon magasra teszi az erkölcsi mércét számukra és önmaga számára is. Közben megalapítja az Erdi Iskola című katolikus pedagógiai. Folyatot, azzal a célral, hogy az Erdélyben sokféle módon egymásról nem tudva dolgozók, tanárok, tanítók, papok, kántorok, népművelők a munkájukat közös mederbe terelhessék, és hogy ennek a munkának egy egységes szellemet, lelkiséget adjanak. A 30-as évekre már felnőtt korba ért, illetve iskolába járt egy nemzedék, amelyik az első világháború éveiben vagy akkor született, vagy pedig akkor már úgy a szemei csípány nyilodoztak, és háborús szellemű világba nőttek bele jött a Trianon, egy kétségbeesés reménytelen helyzet, és ezt a nemzedéket akarta Mártonáron összeszedni, programot adva, életcélt adni nekik, hogy megerősödve, szellemileg, erkölcsileg megerősödve nézhessenek szembe a kihívásokkal. Már érezhetők voltak a második világháborúnak az előjelei. Erre vannak utalások egyes Mártonáron tanulmányokban, hogy, hogy próbatételekre igyekszik felkészíteni a, a fiatalságot meg az új nemzedéket. Ebből az időszakból akad a kezünkbe egy amatőr filmfelvétel, amit egy kolozsvári fiatalember készít, újonnan kapott filmezőgépével. Szerencsénkre a Szent Mihály templomról is készül egy felvétel. Éppen akkor, amikor a hívek kifele vonulnak a templomból vasárnapi szentmise után. De Márton Áron nem látható a felvételen. 1934-ben a Római Katolikus Népszövetség igazgatójának választja Márton Áront. Két évvel később pedig Majlát Püspök kinevezi a Szent Mihály templom plébánosának. Ám ekkor jön az első kellemetlen meglepetés. Az egyházközség igazgató tanácsa nem erősíti meg tisztségében. Így csak helyettes plébánosként láthatja el feladatát azért nem választották meg plevánosnak, mert egy szegény székely származású pap, hogy következhet, mondhatnánk egy gazdag, egy doktorátussal rendelkező hírsel preátus után. Ebből az időszakból egyetlen kolozsvári filmfelvételre bukkanunk a Magyar Nemzeti Archívumban. A doboz felirata reménykelt. Úrnapi körmenet Kolozsvár. A dátum ugyan 1941, de az első képsorok után világossá válik, hogy a felvétel korábban készülhetett. Amikor még román feliratok voltak a főtéri házak homlokzatán. Figyelmesen nézzük a vonuló menetet, közeledik a baldakin. Az alatta haladó pap takarásban van, de azért jól látszik, hogy termete alkata más, mint a mártonároni. Ezúttal sincs szerencsénk. Annak, hogy nem választották meg plébánosnak, egy sokkal komolyabb boka is volt a holland kölcsön. 1928-ban ugyanis Hirschler prelátus egy új iskolát akart építeni, és ehhez holland bankoktól vett fel hitelt. Ám a következő évben kirobbanó gazdasági válság áthúzta számításait. Egy idő után a plébánia már nem tudta fizetni a kölcsön részleteit, ezért a román állam zárolt az egyházi vagyont és zárgonnokot nevezett ki. Ugyanakkor vizsgálatot is indított azon a címen, hogy az egyház kevesebb adót fizet a tulajdonában lévő ingatlanok után. A helyzet hétről hétre rosszabbodott. A plébánia beperelte, és a védelmet egy Traján Germán nevű kolozsvári román ügyvéd vállalta el, akit saját bevallása szerint mélységesen felháborított az árgondnok egyházzal szembeni magatartása. Ez az úr, papnövendék volt a háború alatt. Tanulmányait, mint görög-katolikus teológus a pesti teológián végezte, mint ösztöndíjas, mint informálva vagyok. Tehát a pesti római katolikus papnövelde végzett növendéke hálával kellene legyen az egyházzal szemben, amely ingyen képesítette és a háború gyötrelmeitől és esetleg a korai haláltól megoldalmazta. de a per előre haladtával egyre nyilvánvalóbb, hogy Trajan Germán buzgalma ellenére az egyház elveszítheti ingatlanjait, amelyek nem csak a fő bevételi forrását jelentették, hanem sok egyházi alkalmazottnak a megélhetését és a lakhatását is. Isler apát ekkor már maga is belátja, hogy nem tudja kezelni a kialakult helyzetet, és kéri nyugdíjaztatását. Mindenki a lehetséges utód nevét találgatja. Az egyházközségnél jó szónoknak és tehetséges lapszerkesztőnek tartják Márton Áron. De úgy gondolják, hogy a jelenlegi helyzetben nem ilyen emberre van szükségük. Kedves Direktor úr, leszögezem és hangsúlyozom azt az aggódó meggyőződésemet, hogy Márton Áron kellő jogi és gazdasági felkészültségének hiánya miatt tanácsadóinak és munkatársainak, Épp oly áldozata lesz, mint szegény Hirsler volt. Írja László Endre alelnök Gajdácsi Bélának, a püspök irodaigazgatójának. A püspök mégsem változtat szándékán, és mártonáron rabizza a pénzügyi gondok megoldását. Amit nem láthatnak előre az egyházközség előjárói, hogy a kijelölt plébános valóban nem jogi vagy pénzügyi szakember, viszont jó ember emberismerő. Minden érintett féllel beszél, figyelmesen elolvassa Trajan Germánnak, a doktor Ferszigán, vagyis a korábbi zárgondnak ellenét vádiratát, és egy független ügyvédnek is odaadja. A következtetéseit egyenesen a püspöknek írja meg. Annak, hogy éppen doktor Germán képviseli az egyházközség szóban levő ügyét, sajnos kettős gyengéje is van. Az egyik, Dr. Germán tiszteletreméltó méltó egyénisége és megbízhatósága ellenére eddigi ügyvidi magatartásával a bíróságban azt a hitet keltette, hogy kötekedő természetű, aki ott sem mérsékeli magát, ahol ez volna az okosabb eljárás. A másik, hogy Dr. Ferszigánnal éles személyes ellentétben van, amit nem csak a közönség, hanem a bíróság is ismer. Nehezen, de eléri egy új ügyvéd kinevezését. Ezután a per az egyházközség javára dől el. És az is kiderül, hogy a kaució címen lefoglalt összegek több évre mentesítik az egyházközséget az adófizetés alól. Egy nagy próbatételen túl van Márton Áron. Majlát Püspök pedig címzetes kanonoki címet adományoz neki. Egy évvel később azonban aggasztó hírek érkeznek a Fejérvárról a már két éve betegeskedő püspök benyújtja lemondását, amit a szentszék elfogad. Ki lesz az utód? A székelyek csalódása nagy, amikor kiderül, hogy a szentszék választása az aradi születésű beteg, félig magyar, félig német származású Forbukner Adolfra esik. 1938. májusában nevezik ki Gyula Fejérvári püspöknek. Ugyanezen a napon Mártonáron Budapestre utazik, a 34. Eukarisztikus Világkongresszusra, és hogy meglátogassa a kórházban betegeskedő mesterét gróf Majlát gusztáv korábbi püspököt. A kongresszusról háromnegyed órás dokumentumfilm is készül, így újra reménykedni kezdünk. A pápai követet fogadó csoport tagjai közt felbukkan egy fej, ami nagyon hasonlít a Márton áronéra. A kockánkénti lejátszás és nagyítás viszont eloszlatja a reményeket. Amikor az illető kissé a kamera felé fordul, kiderül, hogy szemüveges. Márton Áron ekkoriban még nem viselt szemüveget. Tehát ismét rossz nyomon vagy. Forbukner utolsó intézkedéseként Kolos Dobokai főesperesnek nevezi ki Márton Áront. Négy nappal később meghal Bécsben ismét üres a gyulafehérvári püspöki szék. Ime, amikor megvannak a titulusok, akkor már jól jönne Lebánosnak, de akkor már jól jött Márton Áron az Egyházmegye püspökének is. Az akkori bukaresti nuncius, Andrea Casulo, ő végre meggyőzte a szentszék illetékes szerveit, hogy magyar és ráadásul székely többségű Egyházmegyébe, nem szívesen fogadnának a fél magyar, fél német után megint egy németet, vagy tiszta németet. És ő ajánlotta Márton Áront, és a fő érve az volt, hogy ez az egyetemi hitszónok hű katolikus, népihez is hű, de úgy, hogy nem nacionalista, és sohasem exponálta magát szélsőséges ö, magyar megmozdulásokkal. Brasút választotta a lelki gyakorlatának a színhelyéül, készség kívül azért, mert Pánter Csiszér elek Atya itt volt, a szentség hírében élő ember. A Kolostorban kapott otthont, itt tartotta meg a lelki gyakorlatát, és innen aztán ment Bukarestbe a kötelező állameskünek a letételére, amit a püspöknek a király előtt kellett akkor letenni. Az eskütételre a király úgy ment be a királyi palotában, hogy de azt a szallagot, amit a, a királyok szoktak viselni, vagy tábordogok szoktak viselni, azt nem tette fel. És erre fel a püspök úr is leoldotta a cingulumot. És a király észrevette ezt, és azt mondta utána a, 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 az embereinek, hogy ezzel az emberrel még meggyűl a bajotok. Elérkezik 1938. decembere. 24-én a karácsonyi készülődés közepette adja hírül a rádió, hogy 11. Piuszpápa pápa Mártonáron nevezi ki Gyulafehérvári püspöknek. Nagy az öröm, és immár nem csak Székelyföldön. A szentelés napját február 12-ére tűzik ki. 11. Piuszpápa két nappal hamarabb meghal. Ott álltunk, vártuk, hogy, hogy jöjjön a menet. Közöttünk, gyerekek között, hát mondom én nem voltam egészen nyolc éves még akkor, egy ilyen sértődöttség volt, mert azt megtanították nekünk, hogy a püspököt azt elvileg a pápa szenteli, de hogyha a pápa nincs, akkor három másik püspök. Na most azt tudtuk, hogy a pápa nem lesz. Márton Áron életének ehhez a pillanatához fűzzük a legtöbb reményt. De a szakértők már előre felkészítettek, hogy sem a román vagy a magyar filmarchívumban, sem a Kolozsvári Egyházi Levéltárban, sem Gyula-Fehérváron nem maradt mozgó mozgókép a püspökké szentelésről. Már az utolsó interjúk egyikét készítjük ehhez a filmhez, amikor interjú alanyunk egyszer csak szekrényéhez megy. Papnevendék koromban egyik falusfelem, Gál Attila, ő adta át nekem, azt mondta, a Csíkszeredában a kis bizottságnál adták neki oda valaki. Egy nagyobb része, az ott Fehérváron kell, hogy legyen, mert azt átadtam, ha nem tévedek, dr. Vencser Lászlónak csak hogy mi lett a sorsa, azt nem tudom. Következő útunk egyenesen Gyula-fehérvárra vezet. A kameránk útközben elromlik. Így ott már csak a fényképezőgéppel tudunk dokumentálni. Ott Marton József és Potyó Ferenc segítségével kutakodunk Márton Áron egykori dolgozó szobájában. A kredencből előkerül egy hangszalagnak hittekercs. Több méter üres szalag letekerése után mi is majdnem lemondunk róla. Ekkor viszont képkockák következnek, amelyek nagyon hasonlítanak a brassói ruhás szekrényből előkerültekhez. Nehezen hisszük el, hogy mit tartunk a kezünkben. Három év keresés-kutatás után két darab zsugorodott filmtekercset, reményeink szerint Márton Áron püspök készenteléséről. Viszont azt, hogy pontosan mi, illetve ki van a 70 éves, mára már vetíthetetlen filmszalagokon, az csak hónapokkal később, a restaurálás után fogjuk megtudni. Hogy van nekem egy drága húgom nagy galafalván, Róza húgom, és amikor hát ő gyerek volt, 6 vagy 7 éves, tudom, hogy ez mennyi magyar időben volt, tehát a Bécsi döntés után, és a püspök úr akkor is Bérma körútra át szokott járni, ugye délen volt a, a püspöksége, és eljött, és az nagy eseménynek számított, hogy átmegy a falun, a vonat. Mi készültünk, mi és volt egy darabka szántani való, én fogtam az ekeszarmát, a húgon vezette a lovakat, ez hat éves lehetett. És és még ott ki volt haja, hogy mekkorát kell felszántsunk, és jöjj nem sokára a vonat. És Róza húgom sírva vezette a lovakat, hogy nem tudjuk felszántani, és soha se látom meg a püsmököt. Volt a püspökségnek egy nagyon szép szőlője, szőlőse Gáldon. És odaszok, ott volt egy ilyen kis házikó volt, egy a vincellér is ott lakott, és az emeleti részén oda szokott kimenni egy hétre, két hétre, attól függött, hogy mennyire volt ideje, egy kicsit pihenni a bérmaut után. Nagyon szép, gyönyörű nagy terület volt, egy nagy gyümölcsös is volt ott az épület körül, és ott egy nagy diófa volt megterítve, szóval volt egy asztal, és ott reggeliztünk. És reggel utána, hát szedjük össze magunk, és így sétálni. Ki a helyeken mászkáltunk, mert élvezte ugye, hogy egy kicsit kéne szabadba. 12 éves koromban történt, amikor ellátogatott Csíkszeredába, de inkognitóban. Én nem is tudtuk, hogy ott van. Én nyugodtan mentem a gimnázium folyosón, és egyszer csak kilép a kápolna egyik ajtaján, és hát Márton Áron püspök, hát én majdnem kövédermetem, és megsimogatja az arcomat, és azt mondja, kisfiam, nem jönnél nekem minisztrálni? Képzelj el, nem tudtam minisztrálni. Nem mert Nem tudtam minisztrálni, mert somnyon nőttem ugyan de nem engedtek a falusi gyerekek közel a. a, a, a az oltárhoz. Csak vecsernyéken ministrálhattam. És mondom, püspök úr, van, én nem tudok minisztrálni. Abban a pillanatban, mellettem megszólal a jó buszek tanár úr, ez egy nagyon vén ember volt. Katolikus diák, és nem tud minisztrálni. Egyszeres csak Márton Áron így a vállára teszi a kezét, és azt mondja, menj csak kicsi fiam. És elmegyek, nem tudom, mit mondott neki, hátra pillantottam, még láttam, hogy így az ujjával fenyege, így, fenyeget, az ujjával így integetve mond neki valamit, és buszek tanáró soha egy megjegyzés nem tett, pedig ha valaki valamit vétett, a százszor felemlegette mindent. Soha. Semmi. ez el volt nyelve. 1940. Kirobban a második világháború. A második bécsi döntés eredményeképp az új magyar határ kettészeli Erdélyt. Magyarországhoz kerül vissza a Székelyföld, amely lényegében színmagyar, hát 91 százalék volt akkor a magyarság a Székelyföldön, illetve észak ahol azért akkor még szintén jelentős magyar tömbök voltak, vagy talán még magyar többség is volt. Gyulafehérvár, az egyház központja az dél -Erdély. az már bizony román, erősen román vidék volt akkor is. Ebből az is következett, hogy Márton Püspök ura, aki 1920-ig Magyar állampolgár volt, 920-tól haláláig román állampolgár volt. Mikor átlátogatott Márton püspök, mindig román útlevélel kellett mennie, és volt olyan esztendő, hogy be sem engedték. Márton döntenie kellett, hát válaszolnia kellett, hogy mit tegyem. Lelkipásztorulak talán lesz volna a püspök, szintén nem, a hívei közé a magyar tömbbe viszont tudta, két dolgot tudott, hogy akkor ezzel feladta volna az ezer éves püspöki székhelyet, ugyanakkor ott hagyta volna a dél Erdélyben, az ott maradt akkor körülbelül százezres magyarságot. Ugyanakkor észak Erdébe Kolozsvárra helyezte a papat neveldét, hiszen a papság utánpótlása a székelyföldről volt biztosítva. Az igazgatói irodában, a Farkas utcában akkor a rádió mellett Két gyerek, én is néhányszor be voltam osztva, ügyeletet tartottunk, az igazgató nem mindig volt ugye ott, és ügyeletet tartottunk, hogyha bemondja a rádió, hogy műsorunkat bizonytalan időre megszakítjuk, hát ez azt jelentette, hogy az ország fölött ö, idegen gépek vannak, akkor szólni kellett ott, és akkor a gyerekeket hazaküldték elkezdődött egy ilyen, ilyen kényszer vakáció. 44. áprilisban, és a, a kötelező vasárnapi diákmiség sem funkcionáltak. Azt mondta nekem, hogy a délelőtt folyamán édesanyám, hogy menjek el vele a misére. Na most a mise akkor már a fél tizenkettes mise volt hátra a Szent templomban, ez volt a szagos miselet. És hogy ott papszentelés lesz, és hogy Mártonáron itt van, erről nekünk fogalmunk nem volt. Tele volt egészen a templom, és hát ez azt jelentette, hogy nekem egy kicsit kész felől, de hát légvonalban azért nagyon közel volt a szószék. Nem kell nekem elhinni, hogyha <laughs> így érzi a néző vagy a hallgató, de mégis mondom, mert így volt, hogy én annak a szentbeszédnek néhány passzusára évtizedeken át emlékeztem. Úgy él az emlékezetemben, hogy inkább halkan és rendkívül határozottan. Követeli azt, hogy a ö, zsidóság deportálásában ne vegyenek részt, hogy ez, aki ezt megteszi, az égbe kell több bűnt követel, amelynek sem a földi, sem az égi büntetése nem marad el. Ezt a tiltakozását másnap írásba is leadta a kolozsvári főkapitánynak, a főispánnak, és beküldte Budapestre a minisztériumba is. Mélyen tisztelt miniszterelnök úr! Megdöbben be kellett tapasztalnom a felelőtlen intézkedést, hogy a zsidóságnak még az életét sem kímélik meg, az embertelenségnek az utolsó határáig mentek el. Tisztelettel és felelősségem teljes tudatában figyelmeztetem, hogy egy ilyen tényért egy embernek még a miniszterelnök is nem elég a felelőssége, mert ennek a terhét egy egész nép viseli. Éppen ezért kérem, hogy a rendelkezést azonnal vonja vissza, amit még jóvá tud tenni, azt tegye jóvá, mert annak bűnhődését a mi népünk fogja megélni. Márton Áron beszélt hatására a Kolozsvárt valóságos fil filoszemét a hullám önti el. Ö, egyetemeken, plébániákon, Korházakban segítik a zsidóságot. Nyilván a legelső az erkölcsi útmutatás, hogy az emberek, akik meg vannak szólítva, hogy akkor tessék kérem, mert erre a dologról másképpen gondolkodni, mint a hatalom. Tehát ez, a, ez, az alapvető. Ugyanakkor egyházi intézmények nyílnak meg ilyenkor, nem csak egyházi intézmények, hanem egyetemi intézmények is, ahol hívő katolikus professzor bújtat embereket mondjuk a laboratóriumban. A hajnali, mert például a orvosi karnak a helységeiben. A püspök levele süket fülekre talál Budapesten. Viszont a válasz lépés nem késik soká. Márton Áront nem kívánatos személynek nyilvánítják Magyarországon. Így észak erdében is. Úgy, a gyalog ment a felett ki tetőig, ott beült a kocsiába és visszament a Fehérvárra. Kolozsvári megpróbáltatásai véget érnek, de életének nagy próbája még hátra van. Az üldöztetés és a börtön a megszentelődés útja már egy másik film története. Egy hiányos és homályos amatőr felvétel gyenge megvilágításban. Néhány mozdulat a püspökké szentelésből. Ez lapult a brassói ruás szekrényben és a gyulafejvári iroda kredencében tizedeken át. Ez minden, ami mozgóképpen róla megmaradt. Hiába is keresünk tovább, mert nem találjuk az archív felvételen. Pedig ott van azon, amit már tucatszor megnéztünk, csak mindig rossz helyen keressük. Nincs ott a háborús felvételen, nincs ott a pápai követ fogadásán, de még a baldakin alatt sem látni. Nincs a fontos emberek között. Ott jön a menet végén, leghátul, civilben, nagy kabádban. Még az operatőr is úgy gondolja, hogy aki számít, az már elhaladt. És lekapcsolja a kamerát. 24 képkocka. Egyetlen másodperc. Ennyi maradt róla civilben, nagy kabátban. <Szor>